A mi su ti savu su i se ke si ta lua kos oti. A mi su ta lua kon osa ki pus kuput pus ile te tebe se. A mi su ta lua kos omi ukua kaiftim. A mi su ta lua kos ele tukut nosak kaiftim. Itt vagyunk ismét az év háziasszonya betélkedőnek, most már a középdöntőjében. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon izgalmasan alakult a verseny, mindenki mindent bedob, amit csak tud, és próbálja bizonyítani, hogy bizony ő a legbelevalóbb háziasszony. Nézzük meg most ebben a középdöntőben, kik mérik össze tudásukat. Nagyon izgatott napjaim voltak, ugyanis felhívott Kriszti, hogy sajnos hogy nem tud eljönni erre a forgatásra. Habár tovább jutott, és hát a döntőben való továbbjutásért fog versenyezni a továbbiakba, és meg kellett szépen, hogy én ugrjak be helyettem. Én már nagyon örültem ennek a feladatnak, megmondom őszintén, hogy az előző műsorban is nagyon jól éreztem magam, és nagyon jól szórakoztam, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek újra. Amikor megtudtam, hogy a Vikivel fogok együtt versenyezni, akkor nagyon megörültem, hiszen a Rising Star-ban őt követtem, mint versenyzőt, és nagyon jó hangú énekesnőnek tartom. Az, hogy milyen házi az, hogy fogalmam nem volt róla, de hát azért van ez a műsor, hogy kiderüljön. Bár ugye Anna Mari kiesett az előző fordulóban, mondjuk erős ellenfele volt, de én Anikával szemben szerintem véletlenül nyertem. Tehát, hogy nem volt mérvadó, hogy teljesen mindegy, hogy kivel raknak össze. Biztos, hogy féltem, félek bárkitől, mert csak jobb lehet nálam. Nagyon örülök neki, hogy őt megismertem, még nem találkoztunk így személyesen, hogy tudjunk is így egy teljes napot akár együtt tölteni. A kávészünet rovat támogatója a víz. Sziasztok lányok, nagyon örülök, hogy ismét viszont látlak titeket, és akkor engedjétek meg, hogy megint megvendégeljek titeket egy nagyon finom kávéra. Erre vártam egész reggel. Na. Amit először mondok, az nyilván könnyűnek hangzik, muffint fogunk készíteni. Ami az egészben a csavar, az, hogy ezúttal nem édes muffint, amit legtöbben szoktunk sütni, ugye? Hanem valamiféle sós csodát kellene készíteni, ehhez rengeteg mindent találtok, a szalonnától kezdve a különleges fűszereken át, a zöld salátáig minden van itt. Engedjétek el a fantáziátokat, és aztán gondoljatok arra, hogy nekem kell megkóstolni. Jó! Úgyhogy vagányan, bátran, mindent bele, és aztán a végén megyünk, és megkóstolom. Okay. Jó munkát! Köszönjük! A főzős feladat elején kicsit kétségbe estem, mint ahogy az egyébként rám nagyon jellemző, hogy mindig kétségbe esek. De aztán annyira jó volt az egész kedélyállapot a főzés közben, és énekeltünk, és tökre felszabadultam, és én is azt éreztem, hogy fú, hát akkor most alkotok valami őrületeset, és ez sikerült. Ilyet még biztos nem ettek. Én alapvetően egy konyhában tartva esett lánynak tartom magam, és nagyon szeretek főzni, meg kísérletezni is. Amikor megtudtam, hogy muffint kell, és nem a megszokott muffint kell elkészíteni, hanem egy rendhagyót, akkor én ugye kicsit megdöbbentem, hogy ebből valami fog kisülni. Tény és való, hogy nem mertem most annyira kísérletezni, mint máskor, talán az ízek, az összetevők miatt is, viszont ami elkészült, abból nagyon-nagyon szépen levontam a konzekvenciákat, és vendégvárónak ez nagyon-nagyon jó kis falatka lesz a továbbiakban. Mi a férjem, megképzeld el, hogyha este megyünk haza a színházból, és egész nap bent vagyok, és előadás volt, és előtte próba, és fáradtak vagyunk, akkor azzal szórakoztatjuk magunkat hazafelé út közben, hogy kortárs operákat kreálunk, és akkor az is szól, hogy ó, mond szerelmem, mikor jön, mikor érünk haza, most mentem a spenóta, jó a feszed, ó, mond, te mit csinálsz, még mindig az elején jó lesz az. Én teljesen büszke vagyok egyébként magamra, mert nem gondoltam, hogy ilyen fincsiséget össze tudok ütni. Mármint, hogy tudom, hogy tudok kotyvasztani, mert hogy imádok kreálni, meg alkotni dolgokat, mint ahogy a zenében is, úgy ez a főzésben is így van. Recept alapján nem tudok dolgozni, és ezért ijedtem meg, mert hogy itt azért a muffinhoz elég konkrét recept van, hogy az úgy álljon, olyan legyen az állaga. Sételene hűvalmával, itt egy igazi háziasszony mellett, én, mint a főházi asszony, érted?
De végül ezzel sem volt baj, az ízekben meg elszabadult a fantázián, és mindent mindennel, kutyulás, és bele, és fűszer, és só, és csípős legyen, és minden. Én büszke vagyok a végeredményre, ahhoz képest, hogy én aztán tényleg nem vagyok háziasszony. Tehát, hogy annak vagyok egy ilyen nagyon nagy ellentéte. Ahhoz képest nagyon szuper lesz. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of life. Hearts on fire like, mi legyen a tetején még? Valami kis fincsike, zöldség hiányzik. Oh. Lányok, nagyon izgalmas, hogy milyen lesz majd az étel, de azt gondoltam, hogy amíg sűl a sütemény, vagy sós, nem tudom, micsoda. Bigyó. Meglátjuk, mi lesz belőle, majd lehet, hogy kap egy új nevet. Addig én egy kicsit hasznosítanám a szabad időtöket, és ha már olyan jól belelendültetek, akkor egy kis takarítás esetleg. Valahogy csináltam. Azt is kötöttem a hajamhoz. Igen, igen, nagyon jól tetted. Ezt már, ha megengedsz, hogy odébb is teszem, mert most jön a kedvenc részem. Egész Tadám! Oh, micsoda gyönyörűség! Látod, hogy érdemes volt próbálkozni vele, ránézésre? Nagyon izgalmasnak. Igen, két külön.